Hello, sziasztok! Na, eltelt a hatodik hetünk, jön a hetedik hét, nincs könnyű dolgunk, de megyünk tovább. Amíg a korlátozások tartanak, amíg nem tudunk személyesen találkozni, addig ez az egy módja, hogy valamilyen módon kontaktoljunk, valamilyen módon közös edzéseket tartsunk, úgyhogy hajrá, nyomjátok tovább. Hétfőre egy tradíciós edzést állítottam össze nektek, amiben van egy pici akadálypálya és némi változatosság, de mondhatom úgy is, hogy egy kicsit összefoglalása annak a technikai repertoárnak, amit idáig csináltunk veletek, úgyhogy lássuk is a feladatokat. Négy körön keresztül fogtok dolgozni, lesz egy akadálypályás, egy egyszerűbb akadálypályás, mondhatom, hogy szögdelős rész, majd egy rugásos rész, aztán egy védéses rész következik, és minden egyes kör után lesz egy pici kis mozgáskoordinációs gyakorlat, ugrókötél gyakorlattal összekötve. Így fog kinézni egy kör, ebből kell négy kört csinálnatok, és a négy kör végén a szokásoknak megfelelő módon egy rövid kis erősítő feladat lesz, ami most a lábra és a hasizomra fog korlátozódni. Úgyhogy lássuk a feladatokat, hajrá!
elbúcsúznék, így filmajánlóval élnék. Az egyik videómban, aminek a végén kicsit hosszabbra sikerült, beszéltem a motivációról, és beszéltem azokról, az emberekről, személyekről, akik fontosak, hogy inspiráljanak bennünket. Számomra nagyon sok ilyen példakép van, és nagyon sok esetben ezek a példaképek egyébként nem effektíve, kézzel fogható példaképek, mert nem köztünk élnek, hanem mondjuk a televízióból, sportműsorokból ismerjük meg őket. Egy filmajánlóval élnék, ami pedig egy nagyon jó, lehet, hogy meglepődtök, de egy kosarasnak az életútjával foglalkozó dokumentumfilmet szeretnék nektek a figyelmetekbe ajánlani. A 80-as, 90-es évek egyik legnagyobb sportikonjával, Michael Jordannel ismertet meg benneteket ez a sorozat. Én azt gondolom, hogy mindenki számára tanulságos történeteket mesél el ez a dokumentumfilm, aminek a Netflixen van most már két része, de azt hiszem a hétfői nap folyamán újabb két részt tesznek föl, tehát akinek van Netflix csatornája, az, bocsánat, nincs a Netflixnél semmiféle nyeresség részesedésem, csak szólok, és ha jól tudom, akkor még egy hónap ingyenes egyébként a Netflixnél, tehát érdemes egyébként belenézni az ottani sorozatokban, mert nagyon sok jó film van, de én most kimondottam Michael Jordan, az amerikai címe szem az, hogy az Last Dance, az utolsó tánc, de szem nem így van lefordítva, talán úgy, hogy az utolsó bajnokság. Ez a dokumentumfilm erről a sportikonról, Michael Jordanről szól, aki a 80-as évek elején robbant be, 80-as évek elején közepén robbant be, mint kosárlabdázó, és gyakorlatilag 14 évet húzott le a Chicago Bullsnál, és a világ egyik legjobb sportolójáról szól ez a dokumentumfilm. És az életút mellett megmutatja, hogy milyen küzdelmekkel, milyen bonyodalmakkal kell megbirkózni ahhoz egy sportolónak, hogy a csúcsra érjem. És Michael Jordannek a második részben volt egy olyan kijelentése, hogy minden, ami a jelenben vagyok, azt a múltbéli kitartásomnak, szorgalomnak és céltudatosságomnak köszönhetem. Tehát, ez utal arra, hogy mindenki a saját sikerének a kovácsa. Amit beleteszel a mai napon, amit beleteszel a jelenbe, csak azt tudod a későbbiekbe kamatoztatni, és azzal az emberré tudsz válni. Én azt gondolom, hogy sok minden egyéb más mellett, ez az egyik nagyon komoly üzenete ennek a dokumentumfilmnek. A másik pedig az emberi nagyság, a barátság, lojalitás a csapattársakhoz, az edzőhöz, a csapathoz, a rajongókhoz, önmagunk túlszárnyalása. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan sportfilm, amit én nagyon jó szívvel tudok mindenkinek ajánlani. Lehet, hogy az alsós vagy kisebb gyerekek nem tudják még ezt megfelelő módon értelmezni. Tehát lehet, hogyha egy szülői közös tévézés közben némi értelmezést kapna szülői oldalról ez a film, akkor még jobban meg tudna ragadni, de én azt gondolom, ha nem is értetek meg belőle mindent, maguk a sportjelenetek kárpótolnak mindenért, tehát hogy ez az ember ez milyen kondicionális képességekkel rendelkezett, és ezekkel a kondicionális képességekkel mennyire a csapattársai, illetve az egész NBA mezőny fölé tudott emelkedni. Azt gondolom, hogy olyan videók vannak, olyan archív felvételek, amik kárpótolnak mindenért. Tudom a figyelmetekbe ajánlani Michael Jordan az utolsó bajnokság című dokumentumfilmjét. Nézzétek meg, nem fogtok csalódni, én azt gondolom. És akkor belekezdünk a hetedik hétbe. Mindenkinek nagyon szép hetet kívánok. Én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy május 1-je az péntek, de én hogy május 1-jére is fogok nektek feladatot adni, tehát próbáljátok végigedzeni a hetet, és akkor szombat, vasárnap majd lehet pihenni. De mindenképpen tegyétek a dolgotokat. A terveim szerint hétfőn és pénteken tradíciós edzéssel készülök, hasonlóval, mint amilyen a mostani. A múlt heti, ha jól emlékszem, a pénteki akadálypályás kümítés
edzésnek nagyon nagy volt a sikere, pozitívak voltak a visszajelzések, úgyhogy valami hasonlót fogok kitalálni nektek szerdára kümit edzés gyanánt, és kedden is csütörtökön pedig megy a szokásos kondíciós köredzés, amiben a súlyos csapást fogunk mérni az izomrostokra és az idegrendszerre egyaránt. Én azt gondolom, hogy megéri majd ezt a hetet is szorgalmasan végigcsinálni. Jó munkát, kitartást, szép hetet kívánok nektek! Hajrá, BSE!